Tények krumpliról. Tény 1. A krumplit rengeteg néven ismerik a galaxisban, úgy mint krumpli, kolompár, pityóka, burgonya, gruja. Tény 2. Ha lemerül a krumpli, amúgy fel lehet tölteni telefontöltővel, ugyanis kevesebb energiát vesz fel, mint amennyit lead. Ezzel lehet kicsit összezavartuk az energia megmaradás törvényét, de továbbra sincs megdöntve. Tény 3. Ma krumplit el lehet készíteni. Sütve, törve, fülésítve, petrezselymezve, sztékelve. Tény 4. A krumpli a lángossal szemben egy stabil energiaforrás. És mivel az egyetlen támogatónk még mindig fizet, ezért itt egy szponzorált üzenet. Üdvözlöm Önöket! Mit az Üresség Média Szolgáltatónál nem titkoljuk, hogy a piramisrendszer alapú kapitalista társadalom, mi az emberek sötétben tartását és kizsigerelését tartja fő céljának, elíteljük! Sőt, megdöntésén szorgoskodunk, ezért most lelepleznénk még egy mocskos titkukat. Energiaválság! Hazugság! Csak hogy saját vagyonukat és hatalmukat növeljék, elhitetik velünk, hogy az energiát nehéz olyan formában átadni nekünk, amit tudunk hasznosítani. Az energiahordozó, mely képes lenne eltartani bolygónkat évszázadokon át, az a saját földjeinkben terem tonna számban. A krumpli! Sajnos a többi tény nem a krumpliról, hanem a pityókáról szól, tartsatok velünk jövő héten is, mert vetünk RGY pillantást, a smaragdra.